Csak nem 500 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a hatóságok egy nap alatt a déli határnál. A legtöbben Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében próbáltak bejutni az országba. Több embert csempészt is elfogtak. Bakondi György az M1-en arról beszélt, hogy a tél ellenére intenzív a migrációs mozgás, ami a tengeri és a balkáni útvonalon egyaránt jellemző. Magyar és cseh rendőrök járőröznek a déli határ mentén. Ezt a 30 fős illegális bevándorlókból álló csoportot ők fogták el Ásotthalom térségében. Rengeteg munkájuk van. A kontingens parancsnoka azt mondja, nem számítottak ekkora nyomásra. Mióta megérkeztünk, már csak nem 5000 migráns elfogásában vettünk részt. Szükségesnek tartjuk, hogy a szerb-magyar határhelyzetről többet beszéljünk Csehországban is, hiszen én és a kollégáim is tisztában vagyunk most már vele, hogy ez a probléma itt valóban nagy, mondja Tomás Kléga. Az 50 fős cseh kontingens még októberben érkezett Szegedre, ahol jelenleg is segíti a magyar határőrizeti szervek munkáját. A hatóságok azokat az erdős területeket is átvizsgálják, ahol az illegális bevándorlók gyakran elrejtőznek, miközben embercsempészekre várnak. Ezt a négy migránst is az egyik cseh-magyar vegyes rendőrpár állította meg néhány kilométerre a határtól. Munkájukra nagy szükség van. A rendőrség adatai szerint csak szerdán mintegy 500 migránssal szemben kellett intézkedniük, három esetben pedig embercsempészés miatt indult büntető eljárás. Az elmúlt éjszaka is mozgalmasan telt, ezt a 15 bevándorlót egy ukrán sofőr teherautójában találták meg az M5-ös autópálya Inárcsi pihenőjénél. Csongrád-Csanád megyében pedig négy csoportban összesen 76 illegális migránst állítottak meg a hatóságok az éjjel, ők sem tudták magukat igazolni. Migránsok tucatjai gyülekeznek a majdányi kisbolt előtt, így néz ki a magyar határ szerb oldala, ahol már mintegy 11 000-en várnak a továbbindulásra. Majdányon szinte az összes elhagyott házba migránsok költöztek be. Majdányon és Rábén rengeteg házat tönkretettek már a migránsok, köztük ezt is, amely mögöttem látható. Eltüzelték az ablakokat, az ajtókat és még a kaput is. Az illegális bevándorlók azonban más problémákat is okoztak ezeknek a házaknak a tulajdonosainak, ugyanis hatalmas villanyáram, illetve vízszámlákat halmoztak fel. Az utánpótlás ráadásul folyamatos, amint beesteledik, a bevándorlók elindulnak az Európai Unió határa felé. I'm from Syria. Szíriából jöttem, és Nyugat-Európába tartok Magyarországon keresztül, meséli egyikük. Valóban zsúfoltak. A migrációs útvonalak zsúfoltak, a tél ellenére is intenzív a mozgás a tengeri és a balkáni útvonalon is. Erről beszélt az M1-en a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hozzátette, az Európai Uniós nyilatkozatok sem segítik a helyzetet, ezek ugyanis biztatólag hatnak az útbaindulás tervezők számára. Ezek a pozitív, támogató nyilatkozatok, pláne aztán Németország esetében most ez kormányprogram szintjén is megjelent, ezek kétségtelenül egy bíztatást jelentenek az útbaindulásra, erre csak ráerősítenek az embercsempészek, akik az anyagi haszonszerzés véget szervezik ezt a nagy migrációs mozgást, és akkor járművek igénybevételével lehetőség szerint, mert a nagy hidegekben már szabadba aludni nem lehet. Bakondi György elmondta, idén már több mint 114 000 illegális bevándorlót és 1100 embercsempészt fogtak el itthon a magyar rendőrök. Hozzátette, Magyarország továbbra sem támogatja az EU bevándorlási akciótervét.